Nagy örömünkre szolgál az, hogy ez éven megrendezhetjük a harmadik Zádor Dezső zongora versenyét. 2017-ben és 2018-ban nagy sikerrel volt lebonyolítva a két esemény, és folytatása lett volna 2020-ban és 2022-ben, mivel minden két évben egyszer volt megtervezve a versenyünk, de hát sajnos beleszólt a pandémia, meg a háború. Ezért ez éven már nagyon izgultunk afelől, hogy mostan ne történjen semmi, és le tudjuk bonyolítani. Az előző versenyekhez hívő versenyünk két fordulóból áll, de mivel a helyzethez muszáj vagyunk alkalmazkodni, ezért az első fordulót online vezettük le. 40 jelentkezőnk volt, és a 40 jelentkezőből 30-an mentek át a második fordulóba. Nagy szeretettel várjuk a zsűritagokat, akik kiváló zenészek, zongoraművészek, elsősorban is Várnagy Andreát, magyarországi zongoraművésznőt, a zenevarázslat mozgalomnak és a négykezes zongora versenyének a megálmodója. Úgy szintén József Örmény, a Lembergi Zeneakadémiának a professzorát, kiváló zongoraművészünket. Úgy szintén várunk egy kollégánkat Kijevből, a Kijevi Zeneiskolának a zongoratanárnőjét, és egyben az igazgatója is. És Kassáról egy kollégánkat, Szamborszki Violát, aki szintén velünk fog együtt a zsűribe dolgozni. Ez éven első ízben szerveztük meg a Valkovszky Marianna Festet. Valkovszky Mariannát nem kell bemutatni, ő kiváló zongora tanárunk volt, aki jóformán megalapította a Kárpátaljai Zongoraiskolát. Miért merem ezt így mondani? Azért, mert a nagyon sok növendéke Kárpátalja szerte, jóformán nincs olyan zeneiskola, ahol ne dolgozott volna, vagy ne dolgozna növendéke. És az ő osztályából jött ki ugye József Örmény is, meg Csupri Ketella is, a két kiváló ukrajnai kiváló zongoraművészek. Ennek a fesztiválnak a keretében fog lezajlani a zongoraversenyünk is. Nagy örömünkre szolgál, hogy Várnagy Andrea és Örmény József is beleegyezésüket adták, és mesterkurzust fognak vezetni nálunk a kollégiumban. Március 19-én Andrea délután 15 órától növendékeinkkel fog dolgozni, és 21-én, csütörtökön pedig Örmény József úgy szintén folytatja a fesztivált. Még lesz folytatása a fesztiválunknak, azért mert áprilisban várjuk Örmény Józsefet Filharmóniába fog a zenekarral fellépni, és akkor megszervezünk egy ilyen kerekasztalt, összehívjuk a volt Méri néni növendékeit, és emlékezünk rá. Számunkra nagyon fontos Zádor Dezső hagyatékának megőrzése és népszerűsítése, elsősorban is azért, mert iskolánk, a zene művészeti kollégiumunk Zádor nevét viseli, és úgy szintén nagy örömünkre szolgál az, hogy a magyar kormány támogatásával fel tudtuk újítani a síremlékét. Nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt kollégiumunkba, a nagyteremben, március 20-án a versenyünkre. Reggel 9 óra 30 perctől kezdődik a versenyünk, egy ilyen megnyitó kis koncerttel, ahol Erpadrián volt végzős diákunk, aki ma már nagy zongoraművésznek lehet nevezni, ő fog egy ilyen zenei köszöntőt ajándékozni a hallgatóknak.